beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. A mai műsorban nem csak kérdések és válaszok fonódnak össze, hanem fűzvessző szálak is. A következő beszélgető társam a Budapesti Hagyományok Háza néprajzos munkatársa, Legeza Márti, akinek nem csak a hajfonás, hanem a kosárfonás is kiválóan megy. Többek között Svédországban, Dániában és Norvégiában sajátította el a technikát, és mára egész Magyarország szerte ismertek a fonódásai. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok! Szeretettel köszöntöm Legeza Mártit a műsoromban. Mártival itt beszélgetünk a Hagyományok Házában. Néprajzos munkatársa vagy ennek az intézménynek. Meséld el nekünk, hogy pontosan mi a munkád itt ebben az intézményben, mivel foglalkozol? Én a Népművészeti Módszertani Műhely néprajzos munkatársa vagyok, gyerekprogramokért felelős oktatási szakelőadója. A munkám nagyon változatos, én nagyon-nagyon szeretek ide járni, dolgozni. Gyerekekkel foglalkozom, gyerekcsoportokat fogadok, és a néprajzos végzettségemből fakadóan tartok nekik hagyományismereti foglalkozásokat. Ezek jeles napokhoz, mesterségekhez fűződnek, például az őszi időszakban kukoricafosztó foglalkozásra jönnek óvodás, kisiskolás csoportok és nagyobb gyerekek, és a délelőttjeim azzal telnek, hogy előkészítem ezeket a foglalkozásokat, megtartom, tehát ez egy kommunikációs munka, szervezési munka is. Vannak olyan programok, amiknek csak a háziasszonya vagyok, annak a felelőssége, tehát amiket szakemberek tartanak, ilyen például a péntek délutáni kézműveskedése egybekötött gyerektáncház, az Aprók Tánca, ahol élőzene van, ott népzenészek, néptáncpedagógusok és kézművesek tartják a foglalkozást, én csak fogadom a családokat, a kisgyerekeket a szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Van egy olyan programunk, ami határon túlra is átnyúlik. Ez egy Kárpát-medencei országos hon- és népismereti levelező verseny, ahol aminek az idei témája a népviselet, tehát népviseletekkel ismerkednek a gyerekek, önálló alkotó gyűjtőmunkát, kutatómunkát végeznek, és illetve játékos feladatokon keresztül ismerkednek a hagyományokkal, és hozzám tartozik még egy népi gyógyászatos előadássorozat, aminek a szakmai felelőse vagyok. Ez havonta egy vagy két alkalommal kerül megrendezésre. A terület szakembereit hívom, kérem fel előadásokra, és amúgy vajdasági előadóink is voltak.
már, és nagyon változatos témákat tárunk a látogatók elé. Most jutott eszembe, Márti, hogy igazából mi Vajdaságban ismerkedtünk meg, ugyanis jártál kollégáiddal Bajsára, tanfolyamokra. Pontosan minek kapcsán is voltál ott, nem emlékszem már. Egyetemi társaimmal jutottam ki, én a múzeumi gyakorlatomat is Szabadkán végeztem. A Szabadkai Múzeumban Papárpi volt a mentorom, és utána neki köszönhetően is, illetve a kinti néprajzosoknak köszönhetően is jártunk terepmunkákra. Tehát néprajzi gyűjtéseket végeztünk, kérdőíves felméréseket, illetve település vizsgálatokat Topolyán, Bajsán, Pacséron, tehát, és ráadásul én még a néprajzos szakdolgozatom témáját is Vajdasághoz kapcsolódóan választottam, hiszen a hagyományápolás és a tájházak kapcsolatát vizsgáltam a dolgozatomba. Amikor megérkeztem ide, akkor mondtad, hogy pont jókor jöttem, mert most még nincs gyerekfoglalkozás. Mit látsz, amikor gyermekekkel kommunikálsz és mesélsz nekik a hagyományokról? Mennyire vannak képben, vagy mennyire érdekli őket? Érdeklődőek, tehát sok esetben azt is látjuk, hogy a kézműves foglalkozásokon ugye azok a technikák, amiket megismernek, azok a finom motorikájukat fejlesztik, sok esetben nem tudnak a kisiskolások csomót kötni, tehát hogy olyan elmaradást is lehet észlelni sajnos, ami sokszor megdöbben bennünket, de ugyanakkor meg nagyon érdeklődéssel fogadják ezeket a hagyományismerti foglalkozásokat, érdeklődőek, nyilván csoportfüggő, tehát vannak, amikor vidékről érkeznek gyerekek, akiknek több kapcsolódásuk van a szüleik, nagyszüleik révén a hagyományokhoz, vagy a falusi élethez, tehát lehet, hogy más tudással rendelkeznek, de szokták szeretni ezeket a foglalkozásokat, mert ezek nem frontális, unalmas foglalkozások, hanem játékosan tanítóak, élményszerűek, élményszerű tudásátadás történik ezeken. Te hagyományápoló családból származol? Amikor te gyermek voltál, akkor tartottatok különböző népművészeti szokásokat? Én Nyíregyházán születtem egy görögkatolikus családba, tehát megvoltak az ünnepeink, de nem volt különösebben nagyobb kapcsolat a hagyományokhoz. Tehát nyilván konzervatív, keresztény értékeket valló szülőktől, vagy családi közegben nőttem fel, de teljesen átlagos volt a kötődés a hagyományokhoz. Most jön a karácsony. Hogyan készültök a gyermekekkel? Miket csináltok? Az adventi foglalkozásunknak az a neve, hogy menjünk mi is Betlehembe, és ez egy 2 órás program, egy komplex foglalkozás, amin a kézműves részén 1 órában a gyerekek saját készítésű gyertyát készítenek, amit majd a karácsonyfalra gyújthatnak meg, és természetes anyagokkal dolgoznak a kézműves foglalkozás másik részében, amikor csuhéból vagy gyékényből angyalka vagy csillag készül, ami karácsonyfa díszként funkcionálhat, és a játékos része a foglalkozásnak pedig felöleli a Katalin napjától kezdődően karácsonyig a jeles napokat. Tehát elindulunk Katalin napjától, András napja, Borbála nap, Miklós nap, Luca nap. Ezekkel a szokásokkal ismerkedünk, archív filmfelvételek megtekintésével, fekete-fehér képeket mutatunk, és azok által beszélgetünk a gyerekekkel. Éneklünk, akkor egy karácsonyi asztalt terítünk, ami úgy néz ki, hogy egy varázsládikából, fonott ládából a gyerekek veszik elő azokat a tárgyakat, amiknek mágikus jelentőségük volt. Tehát rákerül a karácsonyi asztalra a dió, ott akkor megbeszéljük, hogy a diót, minden családtag megbontott egy diót, és hogyha az egészségvarázslás szolgálta, hogyha egészséges dió volt, akkor jövő évben egészséget jósoltak vele, hogyha meg rothadt, fekete, akkor pedig betegséget jelentett. Vagy egy almát oda teszünk, és elmondjuk, hogy az alma az a család összetartozását jelentette, és mi is annyi felé vágjuk az almát, ahányan az gyerekek vannak, és mindenki egy gerezdet megeszik, pont azért, hogy az osztály összetartó legyen. Tehát a játékok is ehhez kapcsolódnak, tehát mézes, diós, almás játékokat játszunk velük, énekelünk, lucázunk, betelmezünk, tehát így zajlik a foglalkozás.
nem csak gyerekekkel, te magad is készítesz varázsládikokat, de ezek nem ládikok, hanem kosarak, méghozzá fűzvesszőből. Biciklire készítesz kosarat, háti puttonyt is, akkor a kandalló mellé a fáknak kosarat. Mesélj erről a hobbidról, vagy munkádról, minek neveznéd? Ez egy hobbi, egy szerelem. Sokszor gondolkodok azon, hogy milyen jó lenne teljesen tehát ezzel foglalkozni, de nagyon, mivel nagyon szeretem a munkámat itt a Hagyományok Házában, ezért ez csak egy szabadidős tevékenység, bár szakoktató is lettem, tehát elvégeztem a 2 éves OK-s képzést, és utána az oktatói vizsgát is letettem, és tartok szakköröket, táborokban tanítom a kosárfonást, tehát próbálok minél többeket megismertetni a kosárfonás alapjaival, és megszerettetni ezt a mesterséget, mert szerintem egy csodálatos anyag, hamar lehet sikerélménye a kezdőknek is, és minden darab rusztikus, funkcionális, és a modern lakásba is beilleszthető. Meg egyedi mindegyik. Igen, törekszem én is arra, hogy egyedi dolgokat is létrehozzak. Vágyom arra, hogy tanuljak. Tehát úgy érzem, hogy mindig lehet fejlődni, technikailag tökéletesedni, tanulni, és szeretem én is úgy olyan szakmai alázattal megosztani ezt másokkal, amit én is tapasztalok a mestereimtől, akiktől tanulhattam. Amúgy én 2010 óta dolgozom itt a Hagyományok Házában, és életem első kosarát 2011-ben fontam. Azért is, mert elvégeztem a Népi Játszóház vezetői tanfolyamot itt a Hagyományok Házában. Azt pedig azért végeztem el, mert mint a kis gömböc meséje, így megyünk visszafelé az időbe, mert éveken keresztül jártam önkéntesként egy kalotaszegi erdélyi gyerekotthonba, és ott szerettem volna minél értékesebb programokat, kézműves foglalkozásokat vinni a gyerekeknek, és ezért elvégeztem ezt a tanfolyamot, és az egyéves tanfolyam során olyan anyagokkal ismerkednek a hallgatók, amelyek természetes anyagok, és ott volt egy ilyen veszőfonásos óra, ahol fűzveszéből készítettünk gyermekjátékokat, szappantartót, kínálótálcát, csörgőt, karika elkapót, tehát egyszerű használati játékokat, meg tárgyakat, és akkor zárótáborba fontam az első kosarat. És akkor utána iratkoztam be a 2 éves képzésre, és hát azóta is fonok szabadidőmben, esti órákban, vagy hétvégeken, és hogyha vannak továbbképzések haladó gyakorlott kosárfonóknak, azon mindig részt veszek, tehát igyekszem fejlődni. És nem csak itthon Magyarországon, hanem mész külföldre is, fejleszted a tudásodat. Nemrég jöttél vissza Norvégiából, de jártál már Dániában, Svédországban is. Mit tanultál ezeken a helyeken, és mit hoztál haza? Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy kijuthattam ezekre a helyekre. Erasmus Plus pályázatoknak köszönhetően jutottam ki felnőtt oktatóként ezekbe az országokba. Franciaországban például 4 kosárfonó mesternél voltam, Dániában most már negyedszerre fogok visszatérni, ott egy egész Skandináviában nagyon híres kosárfonó mestertől, Annemette Jornholmtól tanulhattam, aki nagyon sok felé tartam úgy képzéseket, Angliától kezdve Kanadán át Afrikáig terjedően, és tőle tanultam újszerű technikákat, egészen más munkakultúrába láthattam bele, egészen más műhelyeket bent dolgozhattam, tehát ez egy annyira nagyon gazdagító kulturális szakmai tapasztalat, hogy nagyon-nagyon sok a hozadéka, és természetesen ezt a tudást meg is osztottam hazatérve Magyarországra. Itteni 1-2 napos workshopokon, vagy kézműves szakkörökön igyekeztem átadni ezt a tudást. Tehát például a puttonykosarat életemben először kint készítettem, vagy olyan technikákat, amiket Magyarországon nem látni, és a másik dolog meg az, hogy olyan alapanyaggal, amit Magyarországon nem termesztenek, tehát csodálatos színű, állagú vesszőkkel dolgoztam, és ezért nagyon újszerű formavilágú tárgyakat alkothattam. Megmondod, hogy újszerű technika is. Mi számít régi technikának, meg új technikának?
egész Európában tudják, hogy a magyarországi kosárfonás egy alapvetően hagyományos kosárfonás. Tehát megvannak a hagyományos formák, általában ugye hántolt főzött veszővel dolgozunk, de az egyszerű gazdasági kosarakon, tároló kosarakon keresztül a fonott üvegek, demizsonok, Amiben a pálinkát tesszük. Amiben a pálinkát, vagy a bort tesszük, tároljuk, igen. Tehát, hogy ezeknek megvannak az évtizedek, vagy évszázadok alatt kiforrott technikái, és ezeket, ugye ezekre mondjuk azt, hogy ezek a hagyományos tárgyalkotás. A külföldi az pedig, ott nem tudnám azt mondani, hogy ez a dán kosárfonás, vagy a Norvégiában sincs amúgy sok kosárfonó, tehát ott egy nagyon nagy fokú nyitottság jellemzi a kosárfonókat, és amikor a újszerű technikákról beszélek, akkor már a elnevezés is mondja, hogy ír technika, vagy cikcak technika, vagy katalánfenék, vagy lengyel tálca, tehát hogy ez nem köthető ahhoz a nemzethez, hanem ezeket mindenhol Európa szerte csinálják. Mondtad, hogy most egy új technikával fogsz megismerkedni, egy olyan kosarat fogsz készíteni, aminek nincs alja, hanem csigaszerűen halad benne a vessző, és az tartja alulról a kosarat. Igen, januárban 2 hétre utazok Olaszországba, Alexandra Marxhoz, aki egy a Burkina technikának a specialistája, és ez egy Franciaországban amúgy jellegzetes, Franciaországban meg ezeken a vidékeken ő is amúgy egy francia szervezet, kosárfonó szervezetnek a tagja, és nála fogok ilyen térplasztikákat megtanulni, vagy valóban ebből a technikából ilyen szatyorszerűségeket, vagy ilyen retikül kosarakat. Hú, az most nagyon divatos, látom. Igen, igen, nagyon szeretik, és praktikus is. Meg dizájnos. És milyen jó, hogy a mai divatban felhasználják ezeket a régi hagyományos alapanyagokat. Igen, ez nagyon örömteli, és hál' Istennek ennek van most egy reneszánsza. Uh-huh. És ha téged, Márti, elképzelünk, hogy mész a piacra, akkor a saját kis kosaradat, viszed, amiben belepakolod a zöldségeket? Természetesen igen. És a családtagjaim és a barátaim is a kosaraimban viszik a kis tárgyaikat. Tehát nagyon-nagyon jó dolog amúgy saját készítésű tárgyat ajándékozni is, tehát hogy az is olyan jó dolog, amikor alkotsz, és egyrészt magadnak van öröme, és másnak is örömet szerzel vele. És mi a kedvenced? Mit szeretsz a legjobban készíteni, fűzni, fonni? Hú, ez nehéz. Mindig azt, amit éppen fonok. Tehát most például a hétvégén egy 76 éves békési kosárfonó mestertől, Valga Pétertől tanulhattam kandalló kosarak készítésének a különböző technikáit, szögletes és egy ovális aljú kandallós kosarat készítettem, és nagyon élveztem csinálni. Kihívás is volt, új technikákat is tanultam, de nagyon szeretem azt, hogy formát adok annak a kosárnak, hogy én vezetem, és igazából nem tudok olyat mondani, hogy mi az, ami úgy különösen, mert szeretem a rusztikus, gömbölydett formákat, az organikus felületeket, tehát ami úgy kedves a szemnek, és esztétikumot hordoz. Egy kandallós kosárnak jó erősnek is kell lenni, erre is kell figyelned, hogy bírja azokat a nehéz fákat, fadarabokat. Pontosan, a fülezése nagyon erősnek kell lenni, a karózása, tehát igen, ez egy azért erős munka. És az ujjaidat nem készíti ki? Életem egyik legnagyobb alkotása egy bölcső volt, amit 2 méternél nagyobb vesszőből 3 szálas cikcak berakással fontam, és hát nagyon nagy méretű bölcső lett, és ezt kint Dániában tanultam, 1,5 napon keresztül fontam ezt a bölcsőt. Megállás nélkül? Igen, reggeltől estig mondhatni. Szóval nagyon nagy élmény volt fonni, de szerencsére a 2 hetes kint tartózkodásomnak az utolsó napjaiba vállaltam, hogy ezt csinálom, mert amúgy úgy jöttem haza, hogy azért esténként zsibbadt a kezem. Tehát jó, hogy ezt nem az első 2 nap mondtam meg, és a kisebbekkel kezdtem, mert akkor bajba lettem volna. Jó, lehet így belegondolnod, hogy a te munkádban már egy kis babóca pihen. Igen, igen, bizony. El szoktál járni falukba is workshopokat tartani, most is fogsz menni egybe. Miket csinálsz ilyenkor? Miket tanítasz, vagy foglalkozol emberekkel?
évközben egy-egy napos vagy egy pár alkalmas szakköröt szoktam tartani, és most megkerestek Nyergesújfaluról, hogy nem tartanék-e náluk is ugyanolyan karácsonyi fonódások elnevezésű szakkört, mint amit itt majd a Hagyományok Házába tartok december 7-én, 8-án. Beszélő a neve, fonódások. Igen, igen. Fonódások, mert nem csak tárgyat készítünk fűzvesszőből, valamit tanulunk, hanem egy ilyen közösségi alkotás során együtt fonás történik. Tehát az alkotás öröme az osztódik, mert egymásra találnak emberek, beszélgetnek, mi alatt fonnak, jó hangulatban telik, megosztják az örömeiket, bánataikat. Tehát ez egy nagyon nagy hozzáadott értéket képvisel mindez. Azon túl, hogy szép dolgokat hoznak létre a saját családjuk és barátai örömére, mindezek mellett meg alkotnak, és együtt vannak, és jól érzik magukat. Tehát legalább annyira jelentős a közösségépítő szerepe ennek a munkának, mint amennyire maga a munka. És itt most visszakanyarodunk a beszélgetés elejére, mert mondtad, hogy a népművészet gyógyító erejével is foglalkozol. Ez tulajdonképpen gyógyítás, nem? Igen, biztos vagyok benne, hogy terápiás maga az alkotás, minden nemű alkotás. Tehát amikor elmélyült munkát végezhet az ember, mindezt egy szeretetteljes közegben, az a lelket építi. Én azt gondolom, hogy el szoktam mondani, hogy igenis a magyar és az európai társadalomnak is szüksége van alkotóközösségekre, mert ez a jövő. Legeza Mártinak köszönöm szépen a beszélgetést, és jókedvű fonódásokat kívánok még a jövőben. Köszönöm szépen!
a szerelmesek teltem. Egyenesen a szívemhez, te nekem is.